Hát a legjobban a mumia, az a szarkofág tetszett, nekem az a szoba tetszett. A legjobban az volt a legérdekesebb, az a 40 év körüli férfinek az arca, ami meg mumifikálódott. A sírkamra. Például meg lehet minden tapintani. Vannak ilyen macska, sólyom, ilyen ibisz álmumiák. Nagyon tetszett például az a templom is ott középen. Nagyon érdekes ez a kiállítás. Tehát itt ez a sírkamra volt, ami nekem a legjobban tetszett az egész közül. Hát különösen tetszett az Osiris, hogy Osiris Isten többször is mutatták, vagyis hogy ő volt az első mumia, vagyis akit mumifikáltak, és tetszett tehát az utolsó terem, hogy meg lehet érinteni mindent, hogy szépen fel vannak írva a falra, hogy a különböző tudnivalók. Nekem Bész Isten tetszett, aki a terhesnőknek és a gyerekeknek a védelmezője volt. Egy ilyen kerti törpéhez hasonlított, egy törpe volt. Ő tetszett a legjobban. Legérdekesebb az az ember keze volt, hogy még mindig megvan. Hát nekem az utolsó terem tetszett a legjobban, és azért, mert mindent meg lehetett tapintani, meg lehetett nézni, hogy milyenek, és állátolvas, vagyis hogy a vakok is elolvashatják azt, amit ott ír, és hogyha elmennék Egyiptomba a Szfinxet nézni meg legelőre, nekem az a legszimpatikusabb az, ami engemet érdekel. Hát inkább a Királyok Völgyét nézném meg, és sok mindent, piramisokat, mindent. Arra lennék kíváncsi, hogy az emberek hogy élnek, hogy milyenek a hétköznapjaik. Az írásuk, ami még nagyon-nagyon tetszik, olyan különleges. Egy fejlett kultúrájuk volt. Hát jóval elő voltak, mint a többi nép. Mumifikálták a dolgokat, vagyis az embereket és állatokat is, amik megmaradtak még 4000 év múlva is. Olyan különleges emberek, tetszik a hagyományuk, mindenük nagyon-nagyon tetszik. Az igazság az, hogy előtte a házi feladataimat megcsináltam, úgyhogy tudtam, amire számíthatok. Amúgy meg jártam már Egyiptomban, és volt egy elképzelésem arra, hogy körülbelül miről szól ez. Ez a tárlat így anyagát tekintve, ez kicsit szerény, kicsit olyan visszafogottabb, de mindenképpen tudom, hogy nagy erőfeszítésébe került az itt dolgozóknak, hogy ezt összehozzák, de akkor is a miénk. És sok mindenkinek szereztek örömet ezzel.